Úgy tűnik, hogy Piketty és társai megihlették az OECD-t, mert a szervezet egy több mint 300 oldalas anyagot tett közzé a társadalmi egyenlőtlenségek kérdéséről. Nézzük meg, mi van ebben az anyagban. Az első dolog, ami rögtön látszik, hogy a szokásos Gini koefficienssel mérve az OECD országok nem mutatnak igazán jelentős különbséget társadalmi egyenlőtlenségek szempontjából. Van egy országcsoport, ahol kirívóan nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, ez az, az Egyesült Államok, Törökország, Mexikó és Chile. Itt a többi új országnál jelentősen nagyobbak a társadalmi egyenlőtlenségek, és hát a skandináv országokban, Dániában, Svédországban, Norvégiában, Izlandon pedig az OECD nagyobb részénél sokkal elhanyagolható társadalmi egyenlőtlenségek vannak, de azért alap, alapvetően a jelentős része az OECD országoknak az valahol egy ilyen 0,25 és 0,35 közötti Gini koeficiens mutat, ami egyáltalán nem változik. Ebből a szempontból Magyarország a középmezőnyben van, tehát pusztán a jövedelmi egyenlőtlenségek Gini-e alapján nem nagyon válnak szét a az OECD országok. Nagyon érdekes, hogy vagyoni egyenlőtlenségeket igazából a kelet-európai OECD országok közül egyedül a szlovákoknál mutatnak be az OECD diagramjain. A magyar közbeszédben sem nagyon honosodott meg, hogy vagyoni egyenlőtlenségeket fírtassunk, miközben mondjuk az olyan erősen piacénak gondolt országokban, mint az Egyesült Államok, teljesen. Működik. A nők és férfiak közötti jövedelmi különbségek esetében sem látunk igazán nagy eltéréseket, és Magyarország a középtől inkább a kedvező irányba helyezkedik el. Tehát nem kirívóan nagyok a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek, természetesen egyáltalán nem kellene, hogy legyenek az OECD ország csoporton belül. Ami már érdekesebb Magyarország esetében az az, hogy minél lejjebb vagyunk a jövedelmi tizedekben, annál nagyobb az eltérés a nők és a férfiak jövedelme között. Tehát mondjuk a második jövedelmi tizedben alulról eh, nagyjából csak a felét keresik a férfiak, a férjeik fizetésének a nők, míg mondjuk a eh, kilencedik jövedelmi tizedben már a 80-90 százalékát is. Eh, tehát ennek is van egy, hogy mondjam, osztály dimenziója, hogy mennyire térnek el a nők és a férfiak közötti fizetése. Nagyon érdekes, hogy az OECD régiókat elemezve bemutatja, hogy a nagyobb társadalmi egyenlőtlenségek azok alacsonyabb átlagos éves növekedéssel járnak együtt. Egyetemben megfigyelhető trend, hogy a szegénység az egyre inkább a fiatalokat érinti. Tehát akik az elmúlt években jelentősen jobban jártak, azok a legidősebb korosztályok az OECD-ben, akiknek a szegénységi valószínűsége jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben is, és az elmúlt években is, és akiknek nagyon erősen megnövekedett a szegénységi valószínűsége, azok viszont a fiatalabb generációk. Ahol kisebb az egyenlőtlenség, ott egyben sokkal többen is járnak középiskolába, és ahol nagyobb az egyenlőtlenség, ott pedig kisebb arányban járnak a társadalom tagjai középiskolába. az egyenlőtlenség növekedése az a mobilitás csökkenésével is együtt jár, tehát azokban az országokban, ahol az egyenlőtlenség nagyobb, ott kisebb az intergenerációs mobilitás kisebb az esély arra, hogy az egyik e, jövedelmi kategóriából egy magasabb jövedelmi kategóriába jusson át a következő generáció A költségvetési konszolidációnak szinte mindenhol a legalsó jövedelmi tized e, látta a kárát legjobban. Ez így van az OECD egészében, de Görögországban, Spanyolországban a legtöbb e, Költségvetési konszolidációt végrehajtó országban így volt ez. Nagyon érdekes megnézni, hogy a e, kumulatív fiskális konszolidáció, azaz, hogy a megszorításoknak az összegződése hogyan csapódott le az egyes OECD országokban. Messze kimagaslóan legnagyobb e, csökkentés a Állam méretében az Görögországban, Írországban, Portugáliában és Izlandon történt meg, de rögtön ezek mögött, az országok mögött ott van Magyarország, tehát az ötödik legnagyobb eh, megszorítás, csak állam méretének csökkentése az Magyarországon történt a 2009 és 2015 közötti időszakban. És az is nagyon szépen látszik, hogy Magyarországon több mint 80%-ban a kiadások csökkentése jelentette a költségvetésnek a konszolidációját, és nem pedig a bevételek növekedése, növelése. Érdekes ábrát láthatunk a háztartások eladósodottsági helyzetéről. Van néhány ország, ahol E, kirívóan sok háztartás és kirívóan nagy arányban adósodott el. Ezek közül is kiemelkedik érdekes módon Norvégia, ahol nagyon sok háztartás nagyon erősen eladósodott, illetve e, Hollandia, az Egyesült Államok és Ausztrália, ahol szintén ez a helyzet. E, fontos szerintem megfigyelni, hogy a az alsó baloldali kockában helyezkedik el Görögország, az, az hogy a görög háztartások sem nagy számban, sem mélységében nem adósodtak el, ami ellentmond annak a kulturalisztikus nézetnek, ami szerint a görögök hajlamosak az eladósodásra, és azt is érdekes megfigyelni, hogy kisebb arányban adósodtak el görög háztartások, mint német háztartások, és nagyjából hasonló arányban azok, amelyek viszont eladósodtak a két országban.